Ez itt a Beginner Angler. Én Tibi vagyok, és ez itt a már nem is annyira új YouTube csatornám. Srácok, újra itt vagyunk a Moby Dick horgásztavon, Pop Attila szervezésében a Feeder Adventure Superkupa 5. fordulóján. Ugye én ebben a fordulóban, vagy hát ebben a versenysorozatban jelen pillanatban a 10. helyen állok, és elég jó a kilóm, úgyhogy most arra gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne helyezést elérni azért, hogy esetleg följebb tudjak helyezkedni ezen a listán. Ebből a versenysorozatból még 3 forduló van, tehát ez, illetve még ezen kívül még 2. Úgy vártam már ezt a pecát, mint nem is tudom elmondani, ez egy hónapos videó nélküli szünet, ez valami borzasztó volt a számomra. Egy hónapig konkrétan nem is fédereztem. A Beginner Angler Facebook rajongói oldalon már láthattátok, hogy Beginner Angler az idén megy a pontsóra kiállítani. Hát sok ember megkérdezte itt már a versenyen reggel is, hogy miért megyek ki, és mit fogok igazából én ott árulni, vagy milyen terméket fogok bemutatni. De az van, hogy én semmilyen terméket nem mutatok be, mert én vagyok magam a termék. Egy tökéletes helyszín lesz a pontsó arra, hogy találkozhattok velem. Úgyhogy gyertek ki minél többen, gyertek oda a standhoz. Ha minden igaz, az idei évben is lesznek különböző díjak, amit a pontsónak a szervezői adnak a kiállítóknak. Nagyon szeretnék én lenni a leginnovatívabb stand. Bármilyen formában lehet rám szavazni, már a szavazás pillanatától kezdve kezdjetek el szavazni. Ez a szép halacska a citromsárga csalikat kedvelte. 2 halam van, jelen pillanatban 11 óra, 2 órája tart a verseny. Múltkori professzes tesztpecából maradt meg egy csomó cuccom, úgyhogy igazából azokkal horgászom most jelen pillanatban. Ez a sárga, ez a 7x10 mm-es Fluo Mini Pop-up, ez az FC4-es. Ő az. Ugye ebben 4 fajta szín van, a csalim az krilles pellet, 2 mm-es pellet, illetve a japán rák füstölős smoke cuccból, fluo smoke cuccból rakok rá. Ugye, mind a 2 halat eddig ezzel fogtam, ezt bedobom és utána mesélek egy kicsit az etetőanyagról. A mai napra 2 fajta kajával készültem. Krilles 2 mm-es pellet, a fekete ribizli bors ready pellet. Mind a 2 elég jó pont. A táv, amit horgászom, az 40 méter. A verseny kezdet előtt ugye 15 perccel van lehetőség etetni. Ezt is mindjárt megmutatom nektek, hogy mivel etettem. Ez szintén, ami megmaradt, ez a pellet kombós pak, ez ugye elkezdni való, ebben mindenfajta méretű pellet van, ugye egészen a 20-as, 25-ös, 10-es, 8-as, 2 millis, 4 millis, és ezt öntöttem le krill boosterrel, ugyanúgy, mint a múltkor a halász halastavon. Szektoromban elég tréhelyen állok, de hát remélhetőleg egy kicsit az idő előre haladtával az etetésem nagyon jól be fog érni az a pelletes etetés. Aztán reméljük, hogy ez megindul. Ha esetleg ezek a pelletek, ugye a 2 millis pelletek, amikkel horgászom, nem adnának több halat, akkor még szintén a múltkori pecából maradt nálam metód mix is. Van ready, illetve sima bekeverős, van belőle sima halibutos, talán eperkrémes, tehát ugye van belőle halasom is, édesem is, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Drukkoljatok! Oh.
Hát srácok, az van, hogy 2 óra 15 perc. És ma nagyon úgy néz ki, hogy itt nem fog számomra babért teremni. 2 pontot fogtam, valamiért itt a 71-es környékén itt nem nagyon van hal. A mellettem lévők is így 10 pár kilóknál járnak. Igazából lehetne keresni a hibákat, hogy miért nem fogok halat, de igazság szerint az van, hogy mindenfajta variációt kipróbáltam, a fonott előkétől kezdve, a monofil előkén át, a csalitüskén, a guminát, mindent, ugye ez a két fajta pellet volt nálam, a kocsiban még ugye volt az előző professzes tesztből, Ready pelletek, illetve Ready Method Mix. Azt itt meg is mutatom nektek gyorsan. Szamócás, ez egy édes jelleg, egy halibutos, illetve krilles. És igazából most itt ennek a professznek a Ready elnevezése, az most itt tökéletesen ki is jött, mert hogy így konkrétan kiszórtam az acskóból annyit, amennyi belemegy a Method kosárba, bedobtam. És kipróbáltam igazából 2-3 dobásra, hogy esetleg ad-e valami halad, de sajnos nem. Hát tényleg az, hogy ma előttem nincs hal. Minden távot próbáltam, 80 méter, 100 méter, 60, 50, 40, tehát egészen minden 10 métert bepróbáltam, volt hosszú előke, most jelen pillanatban bordás kosárra horgászom azért, hogy minél több etetőanyagot be tudjak juttatni, de valamiért ma ez most nem az a peca. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit fejben már a Desedán járok, ugye a Féder részen, ami jövő héten lesz. Jól próbálom összerakni a fejemben a gondolatot, hogy mik azok a etetőanyagok, illetve taktika, amit ott kellene alkalmazni. Ez a mai nap, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó leső nap volt a számomra, mert kicsit ki tudtam mozdulni otthonról, ugye egy hónapja nem fédereztem, és ténylegesen nagyon jól esett ez most nekem, hogy egy kicsit így becázgattam. Úgyhogy az van, hogy szerintem ez az adás, ez mára ez így ennyi is lesz. Ugye innentől kezdve egy kicsit majd beindul az élet. Ugye lesz Beginner Angler Fader verseny, illetve lesz ugye a poncsó, ahova ugye vadul készülök. Lesz ugye most ez a desedai verseny, illetve hát ennek a Fader Adventure szuperkupának is lesz még 2 fordulója ezen kívül. Ami esetleg egy pozitívum, hogy akik előttem vannak, azokból csak egy pár ember fog helyezést elérni, tehát itt szerintem nagyjából lehet, hogy tudom tartani ezt a 10-12. Helyet, és akkor még maradt 2 fordulom, hogy csináljak ebből az egészből valamit. Jövő héten találkozunk a Deseda Horgásztavon rengeteg Facebook Live bejelentkezéssel, tippekkel, trükkökkel, illetve hát megmutatom nektek, hogy belülről hogyan néz ki egy ilyen nemzetközi hosszú előkés féder verseny. A mellettem felugró ablakoknál meg tudjátok nézni az előző kalandjaimat, ha pedig a lenti linkre kattintotok, akkor fel tudtok iratkozni erre a YouTube csatornára. Iratkozzatok fel minél többen. Sziasztok!